arany drága követőim és rajongóim, arany követő rajongó, szép napot kívánok mindenkinek. Jaj, hát kaptam egy nagyon kedves üzenetet, egy kézzeljétek el, halálütősznek tartom. A vidéken egy kis faluba, egy iskolába, hát írták, hogy hogy hívják, imádom ezeket a kis neveket, mit tudom én. Mindjárt megnézem, nem vagyok ekkora patkány, érted, hogy ne nézzem meg. Hallod, az osztályfőnök asszonyka, akinek boldog névnapot vagy születésnapot kéne kívánnom, csak nem írták meg a nevét, úgyhogy képzeld el, hogy ha az osztály jól viselkedik, akkor 5 percet engem nézhetnek. Kapaszkodjál meg! Látod, mennyire? Na, már itt is föl van minden bontva, aurva anyjukat, de tényleg! Úgyhogy nagyon sajnálom szegény kisiskolásokat, hogy az öreg Cillát kell nézniük, de hát az osztályfőnök azt mondja, elrendelte, akkor az el van anyukám rendelve, szájé. Kész, nincs majomkodás a iskolába. Cilla kultúrpercek van, amúgy már jó rég volt nálam, de tudod, küld az ajándékot, küldjed a csomagot, én csak azt mondom, termék ingyen élet, ez az influencer lét, más se ordítok, úgyhogy szegény gyerekeknek ezt kell nézniük. Hát mindegy, jó, néha van valami kis kultúrperc, vagy a Cilla túrsz, érted, vagy valami őrületbe vagyok. Jaj, most olvastam, kezeld el a izéről egy könyvet. A második mi a Romanov családról, nem tudom, hogy megvan ez neked, a Romanovok. Figyelj azt a szerencsétlen családot, jaj, borzasztó, kézzeljétek el, hogy ugye Cerszkaja Szelóba, vagy hol ölték meg őket? Vagy nem ott voltak, oda vitték őket. Na és kézzeljétek el, hogy ezt a szegény családot, ugye a cárnét, a cárt, meg az ő gyereküket, édesem, agyonlőtték egy pincébe, utána levágták a végtagjaikat, leöntötték savval, figyelj, hát valami eszméletlen, hogy mit műveltek a vörösök velük, borzalmas, szerencsétlen család. Tudod, ebből van a nagy mese, tudod, a Walt Disney, az Anasztázia, hogy akkor az Anasztázia az akkor túlélte, de hát általában nem élte túl ezt az egész borzalmat, meg be is bizonyították. Csak ugye máshova vitték, tehát, vagy meg, valami történt, tehát nem találták meg a testét. Meg ugye a kis Alexeinek se. Aj, borzasztó volt, szörnyű ez a Romanov história is, anyukám, úgyhogy kapaszkodja. Na, ilyeneket olvasok, horror a Cilla, kösz! Szóval, édes arany követő rajongó, ilyen horror dolgokat olvasgat az öreg Cilla. Itt a nagy izébe, puposkodásába, úgyhogy teljesen el voltam képedve. És képzeld el, hogy ennek a Miklós szárnak, ez egy ilyen kicsi, tudod, ezek nagyon izgalmasak voltak, mert nagyjából németek meg dánok voltak, tudod, ugyanúgy, mint az angoloknál is, tehát az oroszokhoz semmi köze nem volt. És hogy ennek egy ilyen nagy duvad apja volt, képzeld el, valami akkora volt, mint egy medve, olyan nagy bika volt, azt hiszem Sándor cár, vagy hogy hívták, nem tudom, negyedik Sándor, mit tudom én, valamilyen Sándor, majd óvasz, de mit tudom én. És képzeld el, hogy ez egy alacsony kis pali volt, ilyen 172 centi, halálfélénk volt, mert tudod, az apja meg valami fölrobbantották, valami merényletet csináltak ellenük. Anyukám, a papa leszakadt a vonatnak a teteje. Piff, anyukám, úgyhogy leszakadt a vonat teteje, papa háttal megtartotta, amíg kiment az egész család, tudod, a gyerekei. Köztük ugye ez a kis Miklós szál is. Úgyhogy nagyon szomorúan végezte. Állítólag halál jó képű volt, nagy kék szemei voltak, és nagyon oda voltak, na hát puposkodott meg, tudod, akkor, hát akkor is voltak dubajosok, most így olvastam ebbe a könyvbe, anyukám, csak akkor valami balerinának hívták a dubajos, tudod, abban az időt, tehát színésznőcske balerinázva volt, úgyhogy annak ízét csapta a szeledát, aztán beszájésították, mondták, hogy na jó van, anyukám, taka van, lekopó Álcárevicsről. És a fiúk, ez az Alexej, ez meg vérzékenységbe szenvedett. Úgyhogy aztán, ja, hát arra tudod, jött a Rasputin, meg minden, szóval óriási a Romanovos könyvem. Úgyhogy azt majd beajánlom neked, na, cipálni fogod. Na jó van, gyerekek, hát futás, rohanás, izé van, ügyintéz, postára jár. Óriási a melózás, óriási munkában van a Cilla. Figyelj, ezt nézd meg! Nézd meg, régen, tudod, minden lányról, a modellekről kell ilyen naturpolákat csinálni, ez a zenikő.
És nézzek, régen ilyen sima polar, látod, ilyen régi, ezek klasszik polaroid géppel csináltuk a képeket. Nézzek, halálosan izgalmas. Tudod, most már minden anyukám digitális, nagy digi van, és régebben, édesem, pedig így nyomultunk, hogy anyukám ment a nagy polár, vagyon volt, azért mondanom szökel, halál jól néz ki, teljesen oda vagyok ezekért a régi polárkért. Milyen gyönyörű a Zenikő, mi? Jó van. Na, hát ennyit akartam, kicsit tanuljál már, érted, hogy hogy megy a modellmenedzselés. Na, taka! Már aranykövető rajongó. Azt tudod, hogy mi volt 1920. június 4-én? Mi történt? Na, édesem, semmi, akkor beszájosították az országot. És most az Ajplé Ági barátosnőm a következőt raktak ki, nagyon érdekes, beolvasom neked. Szóval elveszítette az összlakosságának a 60%-át, a magyar anyanyelvű lakosoknak a 30%-át, innen látszik, hogy ez nem volt teljesen magyar anyanyelvű az egész ország, területének 67%-át, termőterületének 43%-át, szőlőterületének 38%-át, várjál, még nincs vége. Hoho, tök, ezt gondolod meg, ez 8-ok kell fölvenni, figyelj. Szarvasmarha állományának 70%-át bukta el, Erdeinek 89%-át, Vasérc lelőhelyének 83%-át, és mindjárt folytatom. Folytatnám, hogy akkor még mit bukott el a magyar, figyelj! Sóbányáinak 100%-át bukta el, arany- és ezüstbányáinak 99%-át, vasút vonalainak 58%-át, széntermelésének 65%-át, vas és acélgyártó kapacitásának 60%-át. Hát anyukám, ennyit veszített Magyarország az első világháborúval. Hát megint jó beokosította magát, kuposzkodott, érted? Az osztrák-magyar mondta, ó, hát ott nem lesz semmi gond, érted? Már jövünk is vissza, mondták, aztán 5 évig gyilkolták egymást, nem tudom, 4 évig. Úgyhogy ez 1920. júniusában történt, anyukám. Akkor szájészödött be Magyarország. Hát nekem egy picit úgy tűnik ezekből az adatokból, sok nem maradt itt a megmaradt országban. Hát gyerekek, ennyi. Aranyanyám, pifanyukám, ennyi volt a kultúrpercek. 3,14, ha jól mondták, találkozásra tilos, Kattabióba. Aranykövető rajongott, tényleg meg belém raktad a ideget, most már végleg, érted? A konyha, hogy néz ki. Hallod, most már megmutatom, mert itt idegbe raktatok ezzel a Romanovos izével. Most rákerestem, ezt a könyvet olvassa a öreg Cilla. Látod, ez a Romanov család. De, mit akarok még, várjál, még ez még nagyon jó, még ezt is olvastam, csak ezt már régebben. Ez egy nagyon jó sorozat a királyi házakról egyébként, hogyha így puposzkodnál ez véget, akkor csak mondom. Nézd meg, itt volt az Anasztázia, meg a többiek szegényeket, hogy kicsinálták. Hát mindegy, igen, hát sajnos nagyon izé volt, tudod, az apja volt nagyon konzervatív. Na, királyi családok, tessék, Kattabióba, Csorítőt is lefejezték. Bitófán és Vérpadon, kösz! Szóval akkor megvan, hogy mit olvastam? Érted? Ugye megvan akkor követő rajongó, elkövető? Itt van, látod, de 13 év a cári udvarban, ez is ez a könyv, ez a sorozat, ez a Romanovok titka. És mondom, én ez véget, nem ezt olvastam, ezt olvastam. Egyébként úrvavaszt a könyv, úgyhogy beszírsz, beájulsz. Látod, ő volt a kis Alexej, látod, akinek vérzékenysége volt. És akkor itt van, azt hiszem, hogy ő dán származású volt a izé. A cárné, és akkor itt vannak a lányok, szájé. Na mindegy, borzalmas volt szegényeknek a sorsa. Tudod, egyébként mindig az van, hogy amit a 16. Lajos egyébként a lénynek nem tudott ártani, jó, hogy ez az egész abszolutista rendszer, ezért ez elég durva volt, tudod, senkinek nem lehetett beleugatni semmibe. Ő döntött, az taka volt, szájé. Na, arandág, akkor elnézést, lenyelem egy kis halálgirozba vagyok. Hallod? Nézd meg, mit kaptam meg ma? Johanna barátosnőm behozta a Szegedi Katának a címlapját. Figyelj már, átfordult. Jézus, hogy nézek ki, öreg Cilla? Várjál már. Hát, milyen a küllő, meg az okni? Küllő az még ott van. Na, nézd meg, itt a címlap. Na, látod?
így lehet, az van odaírva, néznek, soha többé body shaming. Na, így lehet ízlésesen megmutatni azt, hogyha vállalod önmagadat, anélkül, hogy majomkodnál. És nagyon szép képeket csináltak róla. Nem arról beszélgetünk, érted, hogy minden vékony modell dögöljön meg, és mindenki legyen ilyen, nem. Hanem azt mondjuk, hogy én vállalom önmagam, és szeretem a testem így is, ugye. Ez a lényeg. Hát ezt így kell ízlésesen tálalni az ilyen témákat. Látod? Olvasd el, Kata fantasztikus egyébként, óriási menő tervezőnő. Kata bióba! Munkás nem láttam, anyukám nincs egyetlen egyszer sehol. Azt kételd el, hogy annyira jó, mert általában odáig ütnek, hogy jó, szétúrják az egészet, stubba kerülnek, így martopikőrrel anyukám mindent szétvernek, aztán azt mondják, na jó van, elég volt, na csá, és már szájében van az egész, anyukám mindenki eltűnt, egyetlen egy munkás nem puposkodik a környéken, úgyhogy ez is gondolom, hogy a pasaréti, tudod, az is ott a Gábor Áron és a Hüvösföld között, vagy mi az, Gábor Áron és a Szilágyi között, anyukám, szétütötték a egészet, piff, azt anyukám eltűnt mindenki, szájében kerültek. Úgyhogy itt tartunk, jaj, hát mit akarok te? Hát figyelj ide már, követő rajongó, aranykövető, elkövető. Hát figyelj, vínyogok. Képzeld el, hogy annyira felszukásítottam a izét, a Flexi Maxi Gymsibe egy pár izét, nagy kanizgyúrós kanit, óriásiak, hogy azt mondták, hallod, én is elkezdem a sztorit. És képzeld el, hogy csinálnak sztorit. Hát figyelj, meghalsz, megőrülsz. Anyád, de jó volt! De biztos a klíma, vele le is kapcsolom. Na, figyelj, megőrülsz, meghalsz, megőrülsz. Óriási sztoriban vannak, én a nagy, a Bunyós Dani, érted, mesél mindenféle ízér, vegán sajtról. Figyelj, imádom. Hát figyelj, az van, megmondom, nem most megmondom neked az őszintét. Van, aki tudod, pofázgat, mint az öreg Cilla, ha van értelme, ha nincs, és ez megy neki. Van, aki meg izébe van, tudod. Hát, érted, a Cillát akarod látni te tényleg egy szájpöndölyben? Nem. Érted? Tehát Cilla, nem akarod egy szápöndőjbe látni, ugye? Bunyós Danit viszont akarod egy szápöndőjbe látni, hogy hogy a icsában ne akarnád már egy szápöndőjbe látni, megőrültél, megvadultál. Ellenben akarod hallgatni Bunyós Danit? Hát figyelj ide, neked legyen mondva. Rád bízom, de érted? Hát szóval ez van. Na mindegy, nem mondunk semmit, érted? Inkább veszünk magunkra egy jó nagy keresztet. Ja, most meg izé, taka be, érted? Képzeld el, hogy a Samsonite-hoz megyek. Anyukám, lesz ingyen bőrönd, remélem. Hát én mindenre én azon lehet, csak azt fogom mondani, add az ingyen bőröndöt. Most már láttam, a Nóri is húzott ingyen bőröndöt, a Micinek is van már ingyenben. A Mici mondjuk üdítős. Jaj, üdítős, apropó, várjál már, ide nézed már, hogy mit szereztem meg. Látod? A Sugar Free Red Bull. Hát ez, érted? Hát nulla a zsír. Telített zsírszav, nulla szénhidrát, nulla amelyből cukor, nulla, só az 0,1, oké, okay. Vitamin, hát ezt mondjuk nicin, kösz, jaj, nem mici, nici, nicin, pont, nem tudom elolvasni, anyukám nagyon apró betűs, a örök cél a szemüveges, tudod? Ujjaj, de várjál, itt a szemüveg, várjál már. Várjál már, hempa fönt, már is folytatom, követő rajongó, azt mondja, pantoténsav, B6 vitamin, jó, de egészséges, van benne B6, riboflavin, B12 vitamin, 0,16 és 16%, és a riboflavin, jelentsen ez bármit, 46%, made in Austria. Hőkezelt, hallod, az nagyon fontos, a hőkezelt. Hőkezelés nélkül én tudod, semmihez nem nyúlnék soha életemben. Tehát én imádom, mert milyen lóasztér írogatnak, vagy egy szemcsere, már is a puposzkodás megy. Mit, jaj, kék a nyelven most itt a követő, elkövető rajongó. Tehát megmondom, ha őszintén bevettem egy ilyen hajvitamint, ez is ilyen gumimac is, mint a gyerekeknek így el kell szopkikálni. Szóval ebben jó vagyok. És hallod, és állítólag kapaszkodjál meg, ha ezt így elszopikálod, akkor kinőtt tőle a hajad. Úgyhogy anyukám, én ízével marokszámra szopikálom a ízét, a kék vitamint, ugye
kék is a nyelvem, szájé, mert ez van. Szóval ennyi van, édesem, izé, dargázom be, érted a izéhez, Samsonite, hogy ma júj, de jó lesz, már most cipálom őket. Ó, de hát elasztam, nem erre kellett volna jönni, úrva anyját, tényleg. Jaj, hát a izét is hallgass meg, figyelj, van a izé. A Dani, Dani Building, őt keresd meg, ő is dicsőség és dicsőség és sztori, úgy hívják az Insta sztoriát, figyelj, azt hallgass meg, főleg 88. nap dicsőség és kondi. Nem, sztori, valahogy van, mindegy, nézd meg, imádni fogod. Kövess be őt, tehát is imádom. Olyanokat mond, érted, a férfi, igazi férfi, a nő, igazi nő, tű anyukám, beszorulsz. Hallod, aranykövető rajongó, kézzel, de voltam benne a Samsonite-nál, halálaranyosak, érted? Kézzeld el, hogy így három ilyen nagyon menő brand van, ez az American Tourister, akkor a Samsonite és a Tumi. A Tumi az előkelő, hiha. Gyönyörűek, figyelj, nevedet rányomják, hogyha azt akarod, érted, ilyen mi ez a monogramodat, arannyal, mindennel, úgyhogy nagyon menő az egész, és aztán hát mondtam, jó, hát figyelj, de én nagykövetség alatt én nem csinálok semmit. Úgyhogy gyönyörű termékeik vannak, édesem, azt nem tudom, hogy újra hasznosítható-e, tudod, a műanyag, mert most ja, hát engem kihívott egy nő, azt mondja, beszéljek a környezetvédelemre, mert hogy tegnap előtt volt a környezet világnapja, és belém állt, Cilla, te mit teszel a környezetvédelemért? Na most figyelj ide, aranykövető rajongó, ez tök fontos téma. Jaj, várjál, már csak egy tanuló vezető, a halál jó kis kanű, így ült a kormány előtt. Na, figyelj, hogy a környezetvédelem, hogy mit teszek. Hát először is, képzeld el, hogy arra tökre figyelek, hogy például nem dobálom el a szemetet, ám egy. Ám kettő, halál szelektívbe vagyok, külön van minden, a műanyag, a papír. Most már képzeld el, hogy mondta a nagynénem, azt hiszem, hogy Kanadában, most hallod, már van negyedik kuka, a szerves, tudod, van a műanyag, a papír, és most akkor van a vegyes izé, szemét, azt is külön kell már rakni, tehát a, mit tudom én, narancséja, hagymapucolás, ételmaradék izé, az is megint külön van. Úgyhogy én például ebben ilyen tök tudatos vagyok, de hogy mi az, amit még tehetünk, ugye fölmerült ugye ez az elektromos autó. Arany, drága követőim és rajongóim, jó estét! Gyere, akkor be elém, majom! Csíra, te elnézést vezetünk, tudod? Figyú, jó van, köszöngessé, világít nekem, érted, hogy thank you. Hallod, kézzeljétek el, hogy holnap este kaptam meghívót. Hó, hát előkelőbe vagyok. Kézzel meg, nyitják a Pride-ot, és a Mr. Gay World, jó Isten tudja, mi előkelősége, a Olivier, harmadik helyezett, nem annyira Mr. Gay World, de hogy mindegy, azért ilyen bika, te így van ő is, bikába. Állítólag, jó mondjuk púderben van. De hogy képzeljétek el, hogy megnyissák a Pride-ot, és akkor kezdődik a teljes őrület. És hogy azt akartam mondani, hogy tudod, hogy ez már nem gay pride, ez már pride. Ez már mindennek a büszkesége. Figyelj ide, mesélek róla. Iminimi, szeminimi, jubácsú, iminimi, iminimi, szeminimi, jubácsú, iminimi, szeminimi, ott a Borzsika, őrjöngés! Iminimi, szeminimi, jubácsú, iminimi, szeminimi, jubácsú, iminimi. Borcs, kinek uruljon a kakó? Borcs, Sanyka, pipi hús, apának szerelme, gyöngy, virágos kert. Iminimi, szeminimi, jubácsú, iminimi. Te nem is hallod az iminimi szeminimi, olyan süket vagy, mint a nagy ágyú majom. Kapd el a malacot, támadás, vedd el tőle, Sany. Támad, de nem, vedd el a malacot, Sanyka. Apának szerelme, támadás, malac, támadás. Úgy, már el is van véve, piff és szájéba vagyunk, jó van. Őrjöng, őrült. Megvadulsz, megőrülsz. Pipi, húsos táskája, apának két szerelem gyermeke. Készül a kocsi, Sanyi. Bocsikának kocsia lesz. Ütős. Júj, milyen komoly, mi a kis izé. Pünkösdi rózám, anyuk, hogy nézd, azt nézd meg, a hülyeség már dör rám, ezt nem hiszem el. Ja, hát a izét akartam, tehát, hogy ezt az egész Pride, Sanyinak a izé Budapestes póráza, szóval ezt a Pride-ot akartam nektek elmesélni, hogy ez egy annyira jó dolog,
Ezt képzeld el, hogy most New Yorkban 50 éves lesz anyukám a nagy Pride, úgyhogy gondoltam, hogy kimegyek, de hát aztán, hát, de szem, izé van, meló, ó, nincs New York. Úgyhogy most lesz 50 éves. A izét nézd meg, hogy hívták, a Sean Penn-nek volt egy filmje, a Milk című film, az egyébként pont erről szól, hogy ez így, hogy jött ez az egész dolog, mert hogy ugye tényleg van ez, hogy izé, most tudom, amikor mondják a heterók, hallod, nekünk heteróknak nincs Pride, akkor melegeknek miért? Mi van Pride? Mondom, tűk, miért téged, izé? Gyaláztak ma az utcán azért, mert hetero vagy? Nem. Akkor meg taka van. Hát akkor mit akarsz, érted? Tényleg egyébként ez egy ilyen társadalmi fejlődés, ugye, amikor tudod, a nők kaptak szavazati jogot, érted? A mozgássérülteket nem vetik le a tajgetoszról, és hogy a társadalom elfogadja mondjuk azt, hogy vannak feketék, vannak színesbőrűek, nem tudom, és ez igazából már az elfogadástól szól, és nem a melegekről, tudod. Tehát, hogy ez, én szerintem ez a legfontosabb része ennek az egésznek, hogy tényleg elfogadóak le, jó, a Fett Laci mondjuk idegbe van rakva, és mindig valamit érted, durmol a bajsza alatt, de mindig ez a Fett Laci, hát mondjuk, hagyjuk már azt mondom, amit akar, kit érdekel, elpoposzkodik ő, érted, a nagy vízé abban a nagy házba. De hogy ez egy társadalmi fejlődés, és ezt nem lehet megállítani, anyukám, most akármit izért őrjönksz, hogy ennek be kell fejezni, ez undorító, ki kell menni dobálni kanyérgalacsinnal őket. Nem, Muki, fogadd el, hogy vannak más emberek, mint te. Még van egy nagyon fontos része egyébként ennek, például a melegeknek, vagy a leszbikusoknak, vagy mit tudom én, milyen LMBTQ, közösségtag, és még egy nagyon fontos része van, amit várjál, mert tud ébrek, mert ki van égetve a kanapé, ezzel aludtam cigibe, hogy tudod, mi az, ami még nagyon fontos? Hogy ezek az emberek, akik azok szerves részei, és nagyon fontos és dolgos részei a társadalomnak. Tehát, hogy így nézd meg, újságírók, ügyvédek, divattervezők, modellügynökök, speciál, színészek, rendezők, színházi rendezők, írók, költők, festőbűvészek, étteremtulajdonosok, mit tudom én kik, akik egyébként kapaszkodjál meg, képzeld, hogy a saját nemükhöz vonzódnak. Laci, kapaszkodj meg, hogy van ilyen, és fontos, és hozzátesznek, és értéket képviselnek. És ezt el kell fogadni úgy, ahogy van, érted? Nem azt kell nézni, hogy érted, hogy akkor most a nő a férfival, a férfi a nővel, az a normális, az így helyes, az ő, csak az a jó, egy jó van, az a mi jó, mi utunk a jó, mindenki mással, nem, anyukám, nem. Különböző utak vannak, különböző szerelmek, love is love, don't forget this, mert a szerelem a szerelem, teljesen mindegy, hogy férfi férfival, nő nővel, nő férfival, nő, nő mit tudom én, már belezavarodom, és ez erről szól, és ez egy örömünnep, ez az elfogadástól szól, és arról, hogy a társadalomban mindenki felszabadultan, boldogan és jól érezze magát, erről szól a Pride, jöjjön ki a babakocsis apuka, az anyuka, a nagymama, mindenki össztársadalmi elfogadásra van szükség. Ez a Pride, számítunk mindenkire. Kattintsál bióba, ha nem tetszik, kattj ki a bióba, mert rád verek. Csókollak, jó éjszakát! Csók!